Jó estét kívánok nézőinknek! Önök a Tatai Televízió napi híradóját látják június 28-án, pénteken. Tartsanak velünk ma este! Hazánk kiváló művészeinek alkotásaiból nyílt meg a Mezők Lilioma című kiállítás a Piarista Rendház kápolnájában. A Talentum iskola diákjainak évzáró kiállítása nyílt meg a zsinagógában. Elkezdődött a Vízzenevirág Fesztivál virágkötészeti versennyel és családi programokkal. Családi napot és versenyt szerveztek a golfklubban. Hazánk kiváló művészeinek alkotásaiból nyílt meg a Mezők Lilioma című kiállítás a Piarista Rendház kápolnájában. A különleges helyszínt tatai remek művek is díszítik. A tárlatot egész nyáron megtekintheti a kultúra kedvelő közönség, akik leadhatják szavazatukat az általuk legjobbnak ítélt alkotásokra is. Az ország számos művészének alkotásai láthatóak a június 28-án kezdetét vett Mezők Lilioma című kiállításon. A szakreális művek tökéletesen egészítik ki a volt Piarista Rendház kápolnájának üres falait, amelyet a nyár folyamán a kultúra kedvelő közönség is megtekinthet. A tavalyi kiállítás egy olyan kiinduló pont volt, ahonnan érdemes volt elindítani ezt a teljesen új gondolatot. Kiderült, hogy azok a műalkotások tudnak itt igazán érvényesülni, amik szakrális tartalmúak. Mert ez a kápolna tér olyan nagyon meghatározó, olyan nagyon uralja és átformálja az ide kerülő műalkotásokat. Éppen ezért idén egy teljes egészében szakrális tartalmú kiállítást rendeztünk. A cím egyben, mint hívószó is hívta elő a művészeknek a gondolatait. Mezők Lilioma a kiállítás címe, ami egy nagyon-nagyon nevezetes idézet az evangéliumból, a hegyi beszédből való, és nagyon-nagyon fontos tanítások, központi tanítások kerülnek itt kimondásra, és ugyanakkor olyan gazda képileg is a szöveg, hogy lehetett arra számítani, hogy a teremtett világnak a szépségét, a mezőknek a virágaik, a fűszálaik bezárólag biztosan ábrázolni fogják majd, és amúgy meg a világnak az összefüggéseit úgy általában egy olyan világrendet, amiben természetesen a földi és az égi, a fönt és a lent uralkodik. A kiállításra 53 művész alkotásait válogatta be a zsűri, valamivel többen jelentkeztek a kiállításra, és az alkotásokból is módunk volt válogatni, hiszen valóban ez egy nagyon szép anyag. Úgy helyeztük el a képeket, hogy tulajdonképpen felöltöztettük vele a kápolnát, tehát a 1950-ben ezt a kápolnát deszakralizálták, megfosztották a díszeitől, és amit a szerzetesek tudtak, el is menekítettek innen a Kecskeméti Rendházba. Tehát a mostani kiállításnak a festményei azokra a helyekre kerültek, ahova kell, az oltárokra, az oltárképek, a predella képek helyére, az erekje tartók helyébe, és hát néhány szobor is van itt, amik mind-mind vagy nagyon illenek ide, vagy attól a pillanattól kezd, vagy ide kerültek, egy új jelentés árnyalattal gazdagodott azoknak az alkotásoknak a tartalma. És egy kicsit szeretnénk a nézőket, a látogatókat is bevonni a kiállításnak az értelmezésébe, olyan módon is, hogy lehetőségük van szavazatokat leadni, hiszen itt díjak vannak készülőben. Második alkalommal szervezte meg a Talentum iskola a Tatami című évzáró kiállítást. A tárlaton az intézmény diákjainak a legjobb munkái voltak láthatók. Az esemény különlegessége, hogy idén az iskola pedagógusai által készített műveket is bemutatták a zsinagóga épületében. Második alkalommal adott otthont a zsinagóga épülete a Talentum iskola grafikus tanulói évzáró kiállításának. A Tatami 2 elnevezésű tárlata a diákok legjobb munkáit foglalta össze, ahol a fiatalokon túl az intézmény pedagógusai, valamint a szülők is megtekinthették az ifjú tehetségek alkotásait. Egyfajta áttekintése az elmúlt esztendőnek, az elmúlt tanévünknek. Azért a diákok munkáit mi rendszeresen meg szoktuk mutatni, és mindig lehetőséget is keresünk arra, hogy az éppen aktuális munkákat, vallomásokat, képzőművészeti
etüdöket meg tudjuk mutatni, és hát most ennek itt másodjára igen a zsinagóga épülete ad helyet, és így próbálunk egy teljes képet adni arról, hogy a diákok éppen hol tartanak, mit csinálnak, a sokszínűséget próbáljuk ezáltal megmutatni. Az, hogy egy ember mennyire könnyen adja ki a keze közül az adott munkát, az mindig lehet lelkiállapot, lehet évszak, bárminek a kérdése, de alapvetően ez egy mindig bizsergetően jó érzés, hogy megmutathatom a munkámat, és megmutathatom azt, hogy éppen mit gondolok, miről mit gondolok. Nekik pedig, tehát a diákoknak pedig kifejezetten jó érzés lehet, hiszen azért az ő munkáikat az iskola falai kívül kevésszer van arra lehetőség, hogy megmutassák. Így hát igen, tulajdonképpen ez várakozással tölti el inkább őket. A diákok számára nagy lehetőség az iskola által szervezett tárlat, hiszen ilyenkor a műveiket a nagy közönség is megtekintheti. Készítettem egy bélyegtervet a parlamentről, valamint egy saját elképzelés alapján Leonardo da Vinci Mona Lisa festményét készítettem. Igazából mindig nagyon szerettem a művészt, és úgy gondoltam, hogy ezt az alkotást szinte mindenki ismeri, ezért nagyon jó lett. Nagy büszkeséggel tölte, hogy mindenki milyen ügyes. Évközben nem igazán látjuk egymás munkáit, szóval ez mindig nagy élmény számunkra. A kiállítás különlegessége volt továbbá, hogy a diákok munkáin túl a pedagógusok alkotása is megtalálhatóak voltak a tárlaton. A korábbi évek hagyományát követve a Magyar Virágkötészeti Kupával indult az idei Vízzene Virág Fesztivál. A látványos versenymunkákat a fesztivál ideje alatt tekinthetik meg a látogatók a törökkori átjáróban. A résztvevőknek most is három kategóriában kellett bizonyítaniuk kivételes szakmai tudásukat. Időre kellett több témában virágkompozíciót készíteniük. A virágkötők keze munkáját dicséri továbbá a fesztivál dekorációi is, amelyekkel szintén egész hétvégén találkozhatnak a fesztiválozók. Nem csak a fesztivál kiegészítőiként és díszítő elemeiként jelennek meg a virágok a Vízzene Virág Fesztiválon. Évek óta hagyomány, hogy a háromnapos program egyik alappillére az élő virágokból készült installációk, valamint a virágkötők, virágkereskedő vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete által szervezett verseny, ahol hazánk legjobb virágkötői versengenek egymással. A virágkötészeti kupa minden évben egy téma köré épül, amely az idén az esküvő volt. Komoly szabályzat van, illetve a verseny kiírásban is sok kritérium szerepel, aminek meg kell felelni. Általában a méretek meg vannak adva, meg van határozva, hogy melyik feladatra hány perc áll rendelkezésükre a versenyzőknek, mennyire lehet előkészíteni az adott munkát, milyen virágkötészeti technikát használhatnak, adott esetben még forma, színek is lehetnek megkötés, és ez alapján történik a zsűrizés is. A lényeg az, hogy a három munkának nagyjából hangulatba, színvilágba passzolnia kell egymással, hiszen ez, mint hogyha itt tényleg esküvőn szerepelnének, fontos, hogy összhangban legyenek. Mondhatni, hogy határa csillagosség, én is rácsodálkoztam egy-egy versenyzőnél, olyan orchidea különlegességeket láttam, amit még élőben nem láttam, csak fényképen. Ez igazából a virágkötőre van bízva, ahogy láttam én is, van, aki teljesen ilyen natúr, természetes mezei jellegű virágokkal dolgozik, van, akinél a trópusi, illetve különlegesebb orchideák is előtérbe kerülnek, erre nincsen semmilyen megkötés. Igazából a virágkötő fantáziája szárnyalhat. Fontos, hogy a színeknek a használata, a formák, az arányok, a technikai hibákra nagyon szoktunk figyelni, hogy milyen a kompozíciónak az összhangja. Igazából ebből alakul ki a végső kép, egy háromfős szakmai zsűri, aki ezt az értékelést elvégzi, aztán majd, hogyha ott ellentmondások lesznek, akkor megegyeznek egymás közt. A tét egyébként nem kicsi, mert aki a magyar bajnokságot megnyeri, ugye több év alapján az első helyezettek közül kerül ki az a versenyző, aki majd Magyarországot képviselheti a következő Európa vagy világversenyen. Hát jelen esetben jövő évben lesz Lengyelországban a felnőtt Európa kupa, úgyhogy aki itt a mostanit megnyeri, ő is nagy esélyes, hogy akár ott is képviselhesse Magyarországot. A versenyen készült virágkölteményeket a fesztivál ideje alatt a törökkori átjáróban nézhetik meg a látogatók. Több mint két évtizede működik Tatán a golfklub. Az elmúlt években számos rendezvényt és versenyt bonyolítottak már le. Most egy újabb nagyszabású profi golfversenyt és családi napot is szerveztek, ahol a sportágat szerették volna népszerűsíteni.
Ingyenes golfoktatáson vehettek részt mindazok, akik ellátogattak és előzetesen regisztráltak a golfklub családi napjára. A klub több mint 20 éve működik Tatán és rendszeresen szervez versenyeket. A tatai pályát az amatőr és a profi versenyzők is szeretik, hiszen kimondottan jó adottságokkal rendelkezik. Sok ilyen rendezvényünk van, ahol van egy, ugye van egy 18 szakaszos bajnoki pályánk, amely ilyen profi, úgymond profi, vagy hát úgymond szabványos golfverseny megrendezésére alkalmas. Erre bárhonnan jelentkezhetnek az országból, tehát ez úgy működik, hogy a honlapunkon tájékoztatjuk erről a golfozókat, és aki ilyen hobbi szinten golfozik, de már úgynevezett pályaengedéllyel rendelkezik, ezek a játékosok indulhatnak ezen a versenyen. A pálya nagyon népszerű, hát ugye Budapest környékén nem sok pálya van, és nagyon szeretnek hozzánk járni, és az elhelyezkedés miatt nem csak a budapesti vonzáskörzetnek az egyik jelentős pályája ez, hanem mi Győrből, és még a határon túlról is, tehát Komáromból, nagyon sokan Pozsonyból járnak hozzánk, Szlovákiában nagyon sokan golfoznak, illetve Ausztriának a keleti részéből, Bécs környékéről is nagyon sokan jönnek játszani. A golfoktatás az úgy zajlik, hogy egy profi oktatóval a gyakorló pályákon tartjuk ezt az oktatást, de egyszerre 20-30 emberrel tudunk foglalkozni. Bár most már egyre többen járnak a városból, és nagyon sok gyerek is jár golfozni. Azt szeretnénk, hogy a város lássa, hogy ez a városnak a golfpályája. Nem sok ilyen van az országban pillanatnyilag, és mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy egyre több gyerek és egyre több helyi család kijöjjön hozzánk, és ez a golfozás, ez egy olyan sportélmény legyen, mint akár ha valaki a tóra kimegy kenúzni, vagy elmegy focizni akár. Tehát ez ugyanolyan sport a környező országokban, mint akár egy síelés, vagy tehát bármilyen tömegsport is lehet a golf. Én már voltam itt egyszer golftáborban. Én élveztem, de szerintem jó volt. Hát egy pár ütésből el tudtam találni. Én szeretem a golfot. Szerintem tök jó. Sok embernek ajánlanám. Tudás is, technikai sport is, természetesen erőnléti sport is, valamelyest. Ugyanakkor azt is mondják, fejben dől el. Nagyon be akartam ütni ezt, és mondom, szerencsém is volt. Tehát azért a megfelelő alázat is kell a sport iránt, úgyhogy így bátran kijelenthetem, hogy a szerencse is közrejátszott. A tatai rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor rendőrezredes július 24-én 10 és 12 óra között tartja a fogadónapját hivatalában a rendőrségen. Az Ady Endre utca 27-es szám alatt várja a hozzáforduló lakosokat. A Család és Karrier pontban a Piarista rendházban továbbra is minden szerdán 14 és 16 óra között jogi tanácsadással várja az érdeklődőket dr. Nedecki Enikő ügyvédnő. Bejelentkezni feltétlenül szükséges a csak.kukac.tata.hu e-mail címen, vagy a 0630 595 75 23-as telefonszámon. Tataváros önkormányzatánál és intézményeinél még mindig lehet jelentkezni diákmunkára. 16 és 25 éves diákok részére hirdették meg a munkát az önkormányzat cégeinél. Minden csütörtökön délután 1 és 4 óra között a Város Marketing irodában várják a jelentkezőket. Egészen vasárnap esti különféle koncertekkel, családi programokkal és sportbemutatókkal várják az érdeklődőket a Vízzenevirág Fesztiválon. Szombaton reggel 8 óra 20 perckor jógával indítják a napot, 9 órakor kezdődik a sárkányhajósok versenye, délután 4 órakor jetski, délután 5 órakor pedig műrepülő bemutatók lesznek. Este fél 7-kor a Benko Dixieland koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők, fél 8-kor a Margaret Island szórakoztatja a közönséget, este fél 9-kor pedig a Follow the Flow zenekar várja az érdeklődőket. Vasárnap 11 órakor kezdődik a Kék Szalag vitorlás verseny, este 6-kor hallgathatják meg Pápai Jocit a nagy színpadon. Majd este 8 órától különféle programokkal még várják az érdeklődőket késő estig. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a Vízzenevirág Fesztivál programjaira.
Júliusban is folytatódnak a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat programjai az idősek napközi otthonában. Július 1-én áhi jóga lesz Bacsárdi Józseffel délelőtt 10 órától, július 3-án pedig a játékok napját szervezik meg. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. Híradónk végén következzenek még egyszer mai híreink egy-egy mondatban. Hazán kiváló művészeinek alkotásaiból nyílt meg a Mezők Lilioma című kiállítás a Piarista Rendház kápolnájában. A Talentum iskola diákjainak évzáró kiállítása nyílt meg a zsinagógában. Elkezdődött a Vízzene Virág Fesztivál virágkötészeti versennyel és családi programokkal. Családi napot és versenyt szerveztek a golfklubban. Június 28-án pénteken Önök a Tatai Televízió napi híradóját látták, köszönjük figyelmüket. A képernyő alján olvasható elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, információikat. Híradóval legközelebb hétfő este jelentkezünk. Én köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket, további szép estét és jó hétvégét. Viszontlátásra!